Üdv mindenkinek, sziasztok! Szóval vagyok a kabinból, mentőautóból, lakóautó, az átépítés folyamatáról szóló videósorozat vagy vlogsorozat következő része. Hogyan harcoljunk a vassal? Ez a munkafolyamat is egy eléggé fontos folyamat volt, mondhatni elkerülhetetlen. És hát ennek megfelelően eléggé meg is izzasztott, illetve hát elég komoly anyagi beruházást igényelt. Ez pedig nem más, mint a hátfal kiszedése, vagy válaszfal. Akik nem ismerik a furgonokat, azoknak elmesélem, hogy általában a vezetőfülke és a raktér az el van választva egy fallal, az válaszfalnak is hívják. Olyas, mint a Mercibe itt hátul, csak ugye neked vége van a fülkének. Lényeg ugye az, hogy semmilyen áru ne jöjjön előre, tehát ez általában elég masszív építmény, illetve hát sok esetben le is van ugye hangszigetelve a vezetőfülke felől. Most nekünk is volt egy ilyen hátfalunk, annyi volt benne az extra, hogy volt belevágva ide a vezető ülés és a anyósülés közötti részre ilyen fejmagasságban egy ilyen elúszható ablak, egy ilyen hát ilyen 40 centi széles ablak volt, ezt el lehetett húzni, és akkor lehetett ugye kommunikálni a hátulülőkkel, de maga a válaszfal a szolid volt, tehát az teljesen vasból volt megcsinálva, és ugye az innenső fel az le volt szürke kárpitta kárpitozva, a másik felére pedig rá volt ragasztva egy ilyen kék színű anyag, ilyen műanyag szerű valami, gondolom az egyszerű takaríthatóság miatt. De hát nekem ez a válaszfal ugye nem kellett ide már csak azért sem, mert ugye eleve kétszemélyes volt a mentő, tehát gyárlag ugye az itt a vezetőfülke az csak kétszemélyes, ugye vezetőülés van meg a anyósülés, mert alapvetően ugye egy furgonban úgy szokott lenni a vezetőülés, és akkor a mellette lévő ülés az dupla, tehát két ember tud ülni, tehát összesen három ember fér el egy normál furgonba. Na most a mentőm át volt alakítva, hogy két darab egyszemélyes ülés volt, egy vezetőülés meg egy anyósülés, és közötte pedig volt egy ilyen kis dobozka, ilyen mindenféle ilyen boroltó volt abba belerakva, meg egy kis tárolórekesz volt, meg itt volt az akkumulátornak a vezérlője, meg ilyesmi. Tehát csak egy ilyen kis tárolódoboz volt ide, egy kárpitozott tárolódoboz volt ide a két ülés közé beépítve. De nekem ezt tudtam, hogy nem kell, mert mindenféleképpen úgy akarom megcsinálni, hogy ugye hátra tudjunk járni a két ülés között, ezért el kell távolítani a hátfalat. Ezt a doboz kiszedni, ez nem egy ördöngőség, nem volt egy nagy feladat. Meg ugye az üléseket is forgathatóra akartam megcsinálni. És lényeg az ugye, hogy ezt a hátfalat kell kiszedni. De hát ugye ezt tulajdonképpen így nagyon információt nem nagyon találtam róla, hogy ez hogy van megcsinálva, hogy van becsavarozva, milyen módon van ez egyáltalán berögzítve. És ugye, hogy ezt minden autónál így csinálják-e, vagy csak a Fiat alkalmazza, majd lehet, hogy megnézek más ilyen furgonokat is, mert kíváncsi vagyok egyébként rá, csak nem volt még időm ezzel foglalkozni, meg így is ment a fejemből, hogy most, hogy megint beszélek róla, hogy eszembe jutott, hogy meg akartam ezt nézni. Mert alapvetően úgy megcsinálva, hogy ugye a hátfal az tökéletesen követi az autónak a vonalát, és ugye egy ilyen nagyon vastag merevítőre van fölcsavarozva elvileg. Én nem tudtam, hogy az csavar, vagy szegecs, vagy hogy van megcsinálva. Mert ugye az a lényeg, hogy az ember, amikor ugye ezeket néztem, ugye föl kell kicsit szednem, mert ugye az ennyi, mint mondtam, le volt ebből a kék fóliával ragasztva, tehát ezeket föltépkedtem. Ugye nekem nem volt szükségem erre a hátfalra, tehát így nem nagyon kellett vigyáznom rá. Ugye körbevágni flexel nem akartam, mert rengeteg munka lett volna, meg csúnya lett volna akkor utána a széle. És lényeg az, hogy én próbáltam rájönni, hogy hogyan ez fölfogatva, ugye? Alapértelmezetben mire gondol az ember, hogy vannak mondjuk 6-os vagy 8-as csavarok, és mondjuk 15 darab 8-as csavarra fő van csavarozva, egy menet van fúrva mondjuk ebbe a merevítőbe, és akkor abban a menetben bele van tekerve egy 8-as csavar is, meg van oldva, kész, kiszedem a X mennyiségű 8-as vagy 6-os csavart, és kiveszem a hátfalat. Most ez nem így működik sajnos, tehát ezt el kell felejteni. Elsősorban nagyon megtévesztő az, hogy valószínűleg speciális csavart használnak, hogy amikor betekerték a csavart teljesen koppig, meghúzták, találkoztam már egyébként ilyen csavarral, csak más helyen. Tehát azért, hogy meg kell húzni a csavart, mit mondok egy számot, mondjuk
30 newtonnal, meghúz az ember 30 newtonnal, és egy kicsit tovább feszíted, akkor letörik a feje. És akkor egy ilyen popszegecsnek látszó, vagy szegecsnek látszó ilyen félgömbölyű felület marad utána a helyén. Tehát tulajdonképpen úgy van ez kiméretezve, ugye, hogy ahova fölrakja az ember ugye a villáskulcsot, vagy ugye a racsnit, akkor az alatti rész az el van gyengítve annyira, hogy a megfelelő erőhatás után, mikor ugye meg van húzva ez a csavar megfelelően, hogy ez letörik. És ezt ugye gyárban ugye fölteszik géppel, gondolom, brim-brim-brim-brim-brim, és amikor ugye a gép meghúzta a csavart, megvan a megfelelő meghúzási nyomaték, puff, letörik a fej, aztán kidobálják a fejeket, és ott marad a hátfal. Örök élet plusz két nap. És ugye ezt nem tudtam, hogy most akkor ez szegecs van benne, vagy mi van, mert ráadásul ugye a másik oldalról meg nem nagyon látszik, mert ahhoz le kéne szedni az egész belső kárpitozást mindenhonnan, hogy ember belásson ebbe a keresztmerevítőbe, amihez hozzá van erősítve a hátfal. Tehát, hogy álltam ott, mondom, ezt hogy van ide fölrak, vagy próbáltam vésővel levágni, de hát az reménytelen, tehát az így, azt így el kell felejteni, annak semmi esélye nincsen. Akkor ugye próbáltam valahogy kitekerni, de nem tud megfogni, mert ugye ez egy ilyen félgömbölyű felület csak. Nem tudom elkezdeni, hogy hogy lehet ezt kiszedni, mi ennek a módja. Na, mondom, akkor ez, mert egyébként, mint szakmabeli, nekem úgy nézett ez ki, mint egy nagyobb méretű szegecs. Most a szegecset hogy lehet leszedni? Úgy, hogy a közepében mondjuk, tegyük fel mondjuk 8-as a szegecs, akkor a közepében fúrok egy 8-as lukat, leesik az innenső feje, a belső része az leesik belőle, és kész. Van egy luk utána, és le van fúrva, úgymond a szegecs. Tehát le kell fúrni a szegecset. És lényeg az, hogy mondom, a szegecsnek tűnik, hát mondom, elkezdem fúrni. Aha, persze. Hallod? Olyan anyagból van, hogy szerintem az UFO-k lézerével nem lehet levágni. Tehát nagyon durva. Tehát elkezdtem ugye vésővel, megpróbáltam levésni, hát semmi. Láttam, hogy a kocsit össze-vissza fogom karistolni, meg össze-vissza fogom baszni mindenhol, minden lemez el fog görbülni, de ez a szegecs, az ott fog maradni. Tehát, hogy ez nem fog lejönni így a vésővel. Ezt el kell felejteni. Mondom, mit lehet csinálni, itt lehet csinálni, itt lehet csinálni. Mondom, szegecs, akkor megpróbálom lefúrni. Hát egyet, mire lefúrtam, az belekerült kb. Mert ugye ráadásul úgy kezdtem, hogy elkezdtem mondjuk 4-es fúróval, hogy a közepét megfúrom, utána mondjuk mentem volna 5-össel, 6-ossal, 8-assal, és akkor lehet csak a szegecs. Ugye soha nem szabad egyből nagy fúróval nekiesni, mert ugye ráadásul ez meg rozsdmentes acélból volt csinálva. Tehát irodatlan kemény anyag volt. Tehát persze, hogy elkezdtem fúrni, akkor eltört a fúró, és akkor előbb-utóbb, hogy eltört a másik fúró, és a harmadik is, a negyedik is, akkor el kellett mennem a boltba venni fúrót, de akkor már vettem valami rendes, nagyon-nagyon kemény anyaghoz való fúrót, akkor az ugye drága volt, akkor abban kezdtem el fúrni, akkor az is ugyanúgy eltört. És mondom, bász meg, mivel van ez fölrak, vagy mi ez a szar, amivel ez föl van rögzítve, ezt nem bírom elhinni. És lényeg az, hogy nagyon nagy küzdelmek árán lefúrtam egyetlen-egyetlen-egy darab ilyen szegesnek látszó dolgot, de ezt képzeld úgy, hogy szerintem küzdöttem abban az egyetlen-egyel, hát nem akarok mondani, de szerintem 3-4 órát vagy egy órát legalább. Mire fúrókat cseréltem, fúrót kellett vennem, akkor srácok bent, van egy hegesztő srác, aki meg tudja köszönni a fúrót, megköszönült a fúrót, nagyon élesre, meg minden, és így mindent próbáltam, ezt nem hiszem el, és akkor körülnéztem, és van vagy 20 darab ebből. Hát mondom, basznak, hát így fogom tölteni az életemet, mire én ezt lefúrom innen. És ugye mivel ez a kocsinak ugye a struktúrájára van fölcsavarozva, vagy föltéve, fölrögzítve, nem lehet hozzáférni flexel, mert egyszer a flexkorong ugye annak kell egy sík felület, hogy hozzáférjen. De ugye ez ilyen domború volt innen, és domború volt onnan, minden, onnan nem lehet hozzáférni. Hát mondom, ilyen nincs, hát mondom, ezt hogy az van lehet megoldani. És akkor nagy nehezen levadáztam ezzel egyet, és akkor ugye egy félig leesett, és így valahogy nem emlékszem, hogy sikerült megfognom a belső részt, ami leesett volna ugye belülre a belső merevítőbe, és akkor nézem, hát ez egy menet. Hát mondom, bazzek, hogy lehet ez menet, amikor nincsen semmi olyan jele, hogy ez egy csavar lenne, tehát se nem imbuszkult, se nem hatlapfejű, se semmi. És ugye megmaradt belülről, azt látod, hogy menet. Hát mondom, akkor ezek csavarok lennének. És akkor eszembe jutott, hogy igen, én találkoztam ilyen csavarokkal, amit az ember, hogyha meghúz, utána leszakad a feje, és akkor egyszerűen ott marad örök életre. Tehát az direkt úgy van kitalálva, hogy a csavart ne szed onnan ki. Tehát nem véletlenül ez berakva oda. Ez ilyen közlekedésbiztonsági szempontból van ez megoldva, gondolom, hogy ne az legyen, hogy nekiáll valaki az út szélén, és akkor gyorsan kicsavarozza a hátfalat. Tehát ezt nem lehet kiszedni csak úgy. És akkor kiderült, na mondom, akkor ez egy csavar, akkor ezt megpróbálom kiszedni. Mondom, akkor jó, akkor van egy kis trükk, mert akkor, hogyha ez egy ilyen félgömbölyű valami, ilyen felület,
akkor hogyha ebben vágok, flexel, ugye keresztbe egy nútot, egy vágást, akkor egy sima csavarhúzót bele tudok tenni, és akkor elvileg avval ki tudom tekerni. Aha, persze. Álmodik a nyomor. Tehát megflexeltem a következő egy csavart, és így próbáltam kitekerni csavarhúzóval. De hát ugye ez eleve egy ilyen elég nagyméretű kupola, úgymond. Tehát vágtam bele egy vastag nútot, és akkor egy nagy csavart próbáltam meg, hát az semmi. És akkor végül beleraktam ugye az akkumulátoros csavarkihajtóba, illetve hát ugye a divatba, ráraktam a legnagyobb lapos csavarhúzó fejet, és akkor avval elkezdtem, és egy ilyen ütve csavarhúzó funkciója van, tehát ez nagyon erősen üti, miközben csavargatja. És így nagyon-nagyon-nagyon nem akart jönni. Mondom, mi van ezzel? És akkor ugye úgy csináltam, hogy akkor ugye vésővel már, ahova megvágtam a nútot, hogy be tudtam támasztani a vésőt, és akkor így tudtam, hogy tulajdonképpen ez egy csavar, tehát oldalirányba, hogyha elkezdem tekerni, úgymond, akár vésővel, hogy egyszer megindul, akkor már jó vagyok. És akkor ott elkezdtem kalapálni, persze én pattogtak le ott a fém darabok, meg szikrázott ott minden, mint a kurva anyja, ez egy rozsdamentes acél. És akkor nagy nehezen megindult, utána már kibírtam géppel tekerni, és akkor látom, hogy ez a csavar be van ragasztva. Tehát erre annak idején, amikor betekerték, ugye a gyárba raktak menetrögzítőt. Jó vastagon bekette a olasz menetrögzítővel, betekerte géppel, gondolom, bang, puff, letört a feje, kész, örök élet plusz két nap, azt nem szedik ki onnan senki, mert a menetrögzítőt, ha menetrögzítő van berakva egy csavar, akkor még hogyha rendesen rá tudod tenni a hatlapfejű, vagyis a hatlapfejű racsni fejet, vagy a villáskulcsot, még akkor is nagyon nehéz kitekerni, mert ugye a menetrögzítő fogja, ez a lényege a menetrögzítőnek, hogy egyszer betekernek valamit, az beragasztva, mint egy nagyon-nagyon erős ragasztó, fémragasztó. Tehát összeragasztja a csavart a menettel. Tehát az összes ilyen csavar, ez be volt ragasztva, mint az állat. Na mondom, ez jó móka lesz, mert már gondoltam arra is, hogy szólok ott a műhelyben a srácoknak, hogy aki heggeszt, hogy mondom, minden egyes ilyen csavarra, mondom, heggeszünk már rá egy hatlapfejűt, mondjuk egy 13-as kulcsnyílású anyát, és akkor azt én 13-as kulcsot tudom tekerni. De nem akartam nagyon heggezgetni, mert mondom, nem tudom, mennyire adját ott a hőt a lemeznek, mi van a lemezen belül, esetleg van valamilyen szigetelés, vagy vezetékek mennek, tehát nem nagyon mertem ott így a hőt nagyon ott variálni, nem tudom, mertem a hővel variálni. Mert ha ő ráhegezti a csavarra az anyát, hogy tudjam tekerni, ugye akkor az átmeleg is az egész vasot izzani fog. És hogy az egészet körbe melegíti, mondom, nem tudom, mi van ott bent, akkor olyan hő termelődik ott ebben a zárt részben, ugye, ami ezt hozzá van csavarozva a hátfal, hogy már nem akartam ezzel rizikózni. Úgyhogy maradt tulajdonképpen az orbitális szopás, hogy minden egyes csavarfejet meg kellett vagdosnom ugye flexel, meg kellett indítanom vésővel, ugye most, ami ugye fönn volt, nem tudom, ilyen homlokom fölötti magasságban, ugye, mert ugye ez a kocsi tetejéig fölnyúl ez a hátfal. Tehát ami olyan magasan volt, azt meg ugye ott itt fej fölött kellett dolgoznom. Tehát az sem volt egyszerű, úgyhogy minden egyes ilyen darabot megflexelni, vésővel, kínkeserves munkával megindítani, hogy meginduljon legalább egy negyed fordulat a csavar, tehát engedje el úgymond a menetrögzítő, mert akkor géppel próbáltam csinálni, ez hiába ütötte, az ugye folyamatosan rezegteti a csavar, de a csavarlazítót nem tudja megtörni, úgymond. Tehát nekem a vésővel meg kellett törnöm a csavarlazítót, vagyis a menetrögzítőt, és akkor utána tudtam géppel kitekerni. De volt, amelyik összegyűrte maga körül, vagy maga alá gyűrte a menetragasztót, vagy menetrögzítőt, és akkor csak félig jött ki, és ott megakadtak, ugye mindig kiugrált a csavarhúzó fej, mert ugye egy sima csavarhúzóval nem olyan egyszer egy csavar tekerni, hogy ezt nyomja az ember befele, mint az állat, de hát ott van erőhatás, hogy ez mindig kiugrott. Akkor kicsit vissza kellett tekernem, akkor nem akart már visszamenni. Akkor amit ki tudtam tekerni néhol mondjuk már félig, de megakadt, akkor ugye már ott aláfértem valamilyen szinten flexel, akkor ezt le tudtam flexelni a fejét már legalább, akkor már le tudtam venni a hátfalat, és mondom, hogyha nem van a hátfal, kim van a hátfal, akkor utólag majd a síkba tudom levágni a maradék csavart. Ugye egy pár csavar, mit a 3 vagy 4 csavar a 20-ból így benne maradt ilyen szinten, de hát mondom, egy orbitális küzdelem volt. Tehát szerintem vagy... Én azt gondoltam, hogy kiszedem ezt a 10 darab csavart géppel, 1 perc alatt, vagy 2 perc alatt, kiveszem a hátfalat, 5 perc múlva kezdem a következő munkát. Hát ehhez képest egy jó fél napot elbasztam vele, hogyha nem többet, mire sikerült kivarázsolnom a hátfalat, tehát szörnyű volt. Ráadásul volt olyan, hogy nem csak becsavarozták az olaszok ezt a hátfalat, hanem különböző helyeken még hozzá is popszegecselték,
ahol mondjuk extra rezgése volt a lemeznek mondjuk, akkor ott még pluszba egy popszegecset még bele is raktak. De ugye miért összes ilyen nagy darab bumszlit kiszedtem, nem akart megmozdulni a hátfalak, köttem, hogy van még vagy 6 vagy 8 darab popszegecs is körbe. De azok is ugye mind rozsdamentes popszegecsek, nem egy sima egyszerű alumínium popszegecs, tehát azt is le kellett fúrnom, akkor azt lefurkáltam, akkor megint törtek a fúrók, meg aj, tehát egy olyan, tehát tényleg egy orbitális s**ás volt, abból én gondoltam, hogy 5 perc alatt kikapom a hátfalat. Úgyhogy nagyon megszenvedtem vele, és akkor egy 3-4 darab csavar ugye az ilyen kicsit kilógott ugye a merevítőből, és miután nagy nehezen leszettem a hátfalat, ugye kiraktam a mentőn kívülre, és akkor amik megmaradtak csavarok, azokat ugye le tudtam flexelni síkba. Tehát tulajdonképpen most egy ilyen sík felület lett ott, és akkor az meg be lett ugye burkolva fával végül. Tehát ilyen ki lett alakítva egy, arra a formára egy fadarab, és akkor az a réteget lemez van főcsavarozva, úgyhogy nem látszik maga ez a merevítő. De hát mondom, ez egy olyan komoly munka volt, hogy én nem is gondoltam volna. Tehát tényleg arra gondoltam, hogy 5 perc alatt leszedem onnan, aztán haladunk tovább. Tehát ezek az időrabló, meg időőrlő dolgok, meg idegőrlő dolgok, amikor egy ember gondol valamit, és akkor utána, ha persze, tehát az 5 perces munkából lesz egy fél nap. És akkor ezeket az ember nem tudja számolni, hogy figyelj már, mikor leszel kész, hát mit tudom én, előbb vagy utóbb, hát ez kiszámolhatatlan. Most már tudom, akkor kérdeztük, hogy mit csinálsz? Elkészítem a hátfalat, jaj, mondom, nem gond, 5 perc. Aztán amikor látták, hogy 3 óra múlva még mindig ott káromkodok, és ütöm, vágom, mint az állat a hátfalat, akkor jöttek a srácok, hogy mi azt csinálsz már ennyi ideig? És mondom, nézzétek meg, mondom, mi van, be van ragasztva menetrögzítővel a csavar, mondom, ennek nincs feje. Hát mondom, hogy a csába szedjem ki? Hát ez, és akkor jöttek ugye ötletek, hogy fúrjam le meg minden, mondom, megpróbáltam egyet lefúrni, rozsdamentes acél, mondom, 12 darab fúró kellett, mire egyet lefúrtam. Tehát mondom, adjuk ezt, felejtsük el. Úgyhogy nagyon-nagyon küzdelmes volt, mindegy, kiszedtem, aztán ugye próbáltam eladni, hogy na majd eladom, hát ha valakinek kell hátfal, persze, senkinek nem kell. Az összes ilyen furgonos csoportban a Facebookon mindenki orba szájba próbálja eladni, aztán meg rájönnek, hogy semmit. Ingyen lehet odaadni valakinek, vagy legrosszabb esetben a vasas ember elviszi. Úgyhogy nekem is az lett a vége, hogy kiszedtem belőle ezt a tolóablakot, mert azért mégiscsak egy tolóablak, azért ez még jó lehet akármire. Meg azért ezek elég drágák, ezek a tolóablakok, szigeteléssel mindennel körbe, és akkor magát a hátfalat pedig, amikor legközelebb jött a garázsba a vasas ember elvinni a vasat, akkor odaadtam neki, ezt mondom, vidd el a faszba, nem... 20 fontért nem akarta senki megvenni, meg ugye ráadásul ezért el is kell jönni. Tehát így ki lett dobva tulajdonképpen a hátfal, miután egy, nem tudom, pár hétig ott tároltam a garázsba, csak foglalt a helyet, úgyhogy az ablakot megmentettem, hogyha majd egyszer, ne agyisten, valahol akarok egy extra plusz ablakot a mentőre, akkor ilyen elúszható ablakot, akkor van egy ilyen ablakom. Ezt mondjuk lehet, hogy majd, ha már rájöttem, hogy nem kell valóban, akkor lehet, hogy felrakom a valamelyik ilyen lakóautós csoportba, és akkor eladom valakinek, hogyha valaki igényt tart rá. Úgyhogy, ha valaki neki akar állni furgonból kiszedni a hátfalat, lakóautó átalakításod, akkor erre készüljön föl, hogy ez egy orbitális szop lesz. Ha csak valaki előtte már nem szedte ki azt a hátfalat, egyszer valami ül ki főleg, és nem rakta vissza sima normál csavarokkal. Mert az is lehet, hogy valaki egyszer kiszedte, és akkor utána simán csak normál csavarokkal visszarakja, utána azt egyszerűen 13-as kulcsa, vagy 10-es kulcsa, éppen mekkora csavarral visszarakva, azt le lehet csavarozni, és ki lehet szedni a hátfalat. Hát nekem nem így működött sajnos, úgyhogy... De megoldottam ezt is, hál' Istennek, ezt az akadályt is megugrottam. Ebben a részben ennyit szerettem volna elmesélni nektek a hátfal kiszedésének küzdelmeiről, hogyan küzdöttem a vassal. Remélem tetszett a rész, ha igen, akkor ne felejts el nyomni egy lájkot, illetve ha nem vagy feliratkozva, akkor a feliratkozás gombot, illetve a csengő ikonocskát nyom meg. Ha egyéb apróbb részletekre kíváncsi vagy, akkor az Instagramon kövess be a mentőautót, Cambulance1 néven van Instagram oldala, lent a leírásban be fogom linkelni, tehát ott azon keresztül megtaláljátok, kövessétek be, lájkoljátok az ottani posztokat, oda töltök fel különböző képeket és videókat. Következő részben remélem találkozunk, addig is sziasztok!